Igen, egyébként eszembe jutott erről, hogy ő nem eszik pörköltet, tehát hogy a főhős mind a mellett, hogy megy előre és kommunista és hol ilyen, hol olyan, van egy számomra legalábbis nagyon vicces rész, hogy bicsérdista a főhős, nem tudom, ez bárkinek mondja, vagy sok mindenkinek mond valamit. Neked mondta. Én valamikor gyerekkoromban szerintem a nagyszülő szerintől hallottam ezt, hogy bicsérdista, és először azt hittem, hogy valami ilyen vallás közösség, majd aztán megtudtam, hogy ez a reformtáplálkozás, mert akkor ugye század első felében ez a Bicsérdi Béla, vagy nem tudom, talán így hívták, az embert elindította, és a főhős ugye végig tartja azt, háború alatt, jólétben, nem jólétben, Bécsben, Budapesten, hogy ő nem eszik húst, nem eszik kenyeret, stb. Tehát még amikor udvarol, akkor is sem fog pörköltet enni, meg a börtönben is sem eszi meg a kenyeret, amit odadobnak a cellája padlójára. Tehát ez is nekem annyira tetszett, hogy így, hogy ez a kis jellemvonás még így konzekvensen megint csak végig húzódik a regényen, tehát hogy ezzel is megjelöli a szerző, hogy mennyire egy kiforrott és szilárd jellem az ő déd nagyapja, hogy ezt is minden körülmények között végigviszi, ezt a hitvallását, vagy táplálkozása, vagy életszemléleti, vagy nem tudom milyen vallása. És hát ne felejtjük el, hogy Széchenyi Noémi humorérzékére jellemző, hogy ez a vegetáriánus férfi, ez egy hentes legény. Ja, igen, tehát... hát ott kezdődik a dolog, hogy ő egy hentes, és valamikor ebből, tehát amikor elveszíti a kommunista funkcióit, akkor visszamegy, mert középkorban is megint hentesnek, és mindezt úgy tudja csinálni, hogy közben ő távol tartja magát az ilyen állati és a több eredetű tápláléktól. Tehát nekem ez is nagyon tetszett, ez is nagyon közel hozza az embert a főszereplőhöz, meg egyáltalán az egész milliőhöz. Hát ennyire jó ez a regény. Nagyon jó.